hangszer között a hegedű, és most annak hangját fogjuk hallani, mégpedig akkor Lázár tánca, ami egy középkori dallal tulajdonképpen, de közöli szállói zeneszerző Farkas Ferenc feldolgozta ezt nekünk, és elvallják a kis művészek, Molnár Csenge, Kis Béta és tanárnőjük Vágyi Zsuzsanna hegedű, közleműködik zongorán, Horváth Éva tanárnő. Fogadjuk szépen!
és most is egy futam jön, mégpedig Kárcselni célú etüt. Az etüt azt jelenti, hogy új gyakorlatot. Azért a szükség az új gyakorlatra, különösen a zongoránál is, mert ugye látjátok, nagyon sok életéje van, hogy ezt az ember, ha virtuózan játszik, akkor gyorsan oda érjen, ahova kell. Mert történt egy csoda, ugyanis én, amikor én elkaptam ezt a szép koronavírust januárban, akkor fölhívott egy volt tanítványom, hogy szeretne megtanulni zongorázni. És hát én igen mondtam, és ennek fölültve annál, ahogy megjavultam, és ez a tanítványom találkoztam a nyári szünetét, minden nap, képzeljétek el, reggel 8-tól, este 8-ig, nem hazudok, ez így volt, itt volt, és gyakorolt vele. És most szeretném az eredményét megmutatni. Úgyhogy azért választottuk elsőre ezt az eredetet, mert ez egy virtuóz darab. Kövessétek majd az ujjait, mint a kutyán belül játszik rajta, és hallgassátok szeretettel, nem más, mint Osztás Márton.
gyönyörű dallatot hallunk Schumann feldolgozásában, mégpedig Áldozás a címe. Ugye nagyon jó az embernek áldozni, nem csak még, hogy este alszik és áldozik valamit, hanem most is így elmerekeni. Hát reméljük, hogy most ez a szép zene előidéz bennetek valamilyen áldozó élmény, kívánom, hogy legyen az áldozás. Előadja Rostás Márk az zongorán, és Kopitné Bárki Zsuzsanna
Oh,
teljesen más következik, megint álló volt a szó, két darab jön egy percben, Mária Álma és egy illókörű zeneszerző éjjel utatása, egy ellentétes karakterű darab, az első egy csodálatos álom, a másik pedig egy éjszakai láb. Remélem, hogy majd érzitek azt a feszes nélkül, amikor látnáznak éjszaka lóval és lóval a kutni, hát hussunk el, mi is most lehet a zenébe valóba. Előgyenek, hogy mostanás megfogadok el.
Köszönöm, hogy ilyen.